A lemosó permetezés után a következő kritikus időszak a gyümölcsösök tekintetében a virágzás. Ebben a vegetációs szakaszban több kórokozó is megfertőzheti a fáinkat, ezért fontos a megelőzésen túl a pontos időben történő kezelés is. Az ültetvények lemosó permetezése után hamarosan elérkezünk a következő kritikus időszakhoz, ez a csonthéjas fáknak a virágzási időszaka, amikor nagyon sok kórokozó fertőzés megtörténhet. Például most egy cseresznyésben vagyunk, itt nagyon veszélyes kórokozó a monilia, ami virágzáskor fertőz leginkább. Ilyenkor ezért hűvös, csapadékos időben akár háromszor is permeteznünk kell a csonthéjas fákat, különösen akkor, amikor ilyen mumiák is vannak még a fán, tehát a tavalyi elhalt termések fönt maradtak. Ilyenkor érdemes felszívódószereket alkalmazni. A virágzás elején, amikor még hűvösebb időszak van, akkor az azol típusú hatóanyagokat még kerüljük, ugyanis azok csak 15 fok felett fognak normálisan működni. Ilyenkor használható a ciprodinil hatóanyag. A résztartalmú szereket ilyenkor kerülni kell, hiszen azokkal könnyen perzselést okozhatunk az érzékeny virágokban. A monilia elleni védekezésnek kritikus pontja a fán maradt gyümölcsmúmiák. Ezeket, hogyha tavaly ősz végén, tél elején eltávolítjuk a metszéssel együtt, akkor nagyban csökkenthetjük a fertőzés veszélyét. Más agrotechnikai művelet is van, ami segít bennünket ebben a harcban. Ide tartozik a szellős lombkoronának a kialakítása, illetve ültetvények esetén nagyon fontos már telepítéskor, hogy a mélyfekvésű helyeket kerüljük emiatt a kórokozó miatt. Nagyon fontos, hogy a rovarölőszereknek a használatát semmi sem indokolja, ilyenkor ne keverjünk a permetszerbe, kíméljük a méheket. Nem csak a monilia fertőz ilyenkor, hűvösebb, csapadékosabb időben a virágzáskor történik a meggy és cseresznye fáknak az antraknózisos fertőződése is, ez ellen is védi ilyenkor a megfelelő permetezésünk. Szintén hűvös, csapadékos időben fertőz a csonthéjasoknak a stigminás, levéllyukacsosodás betegsége és a barasznak a tafrinája. Gondolhatunk ilyenkor már a növényeknek a lombtrágyázására is. Virágzáskor a terméskötődés nagyban segíti a bortartalmú lombtrágyáknak a hozzáadása a permet léhez. Felhívom arra is a figyelmet, akár ültetvények esetén, akár házi kertekről beszélünk, hogy a növényvédőszereket mindig felelősséggel használjuk, a növényvédőszer címkéjének megfelelő utasítások alapján.